Egy struc farmon termesztett indiai kendert egy háromfős banda Csongrád-Csanád megyében. Maga a farm vélhetően csak álcázásként működött. Egy szomszédos tanyán csak nem 9 kg már leszüretelt kábítószer találtak a rendőrök. A lefoglalt drog több mint 100 millió forintot ért volna, ha el tudták volna adni. A három kábítószer kereskedő akár életfogytiglant is kaphat. Struc tenyésztéssel próbálták leplezni a marihuána termesztést ennek a hódmezővásárhelyi farmnak a tulajdonosai. A madarak kifutóját pontosan a kannabisz ültetvény mellett helyezték el, hogy a növényeket feltűnés nélkül gondozhassák. A kábítószert mindvégig a pár 12 éves kislányának szeme előtt termesztették. A Struc farmon megtermelt drogot a gyanú szerint saját maguk árusították a környéken. A Nemzeti Nyomozó Iroda a Nemzetközi Bűnözés Elleni Osztályának munkatársai és a Készenléti Rendőrség bevetési egységei szerdán csaptak le a dílerekre. Az ültetvényen 1630 tő kannabiszt és majdnem 9 kg leszüretelt növényi törmeléket találtak. Ezek egy részét már be is csomagolták. A lefoglalt drog fekete piaci értéke csaknem 120 millió forint. A Struc farm közvetlen közelében kanabisz termesztő két férfivel, illetőleg nővel szemben kollégáim büntetőeljárást kezdeményeztek. Mind a hármukat gyanúsítottként hallgatták ki jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kábítószerkereskedelemmel, majd mindegyiküket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A 41 éves M. Zoltán, valamint élettársa, a 34 éves T. Judit és barátjuk, a szintén 34 éves B. István péntek délelőtt már a Szegedi Járásbíróság előtt állt. Egyenként vitték őket a nyomozási bíró elé. Az ügyész azért kérte a letartóztatásukat, mert álláspontja szerint, ha szabadlábon hagynák őket, akkor megszökhetnének, összebeszélhetnének, bizonyítékokat tüntethetnének el, vagy újabb bűncselekményt követhetnének el. B. István védője ezt vitatja. Már most látszik, hogy azért ennek az ügynek vannak gyenge és erős pontja, és a védelem ezt meg fogja találni. A meghallgatások után a nyomozási bíró elrendelte mindhárom gyanúsított letartóztatását. Ez a bűncselekmény rendkívül magas büntetési tétellel fenyegetett, 5-től 20 évig vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. Két gyanúsított élettársként látszik elkövetni a bűncselekményt, harmadik társuk személyi körülményei pedig rendezetlenek. A végzés kihirdetése után a nőt és a két férfit a rendőrök azonnal büntetés végrehajtási intézetbe szállították. A pár gyermekét és a struccokat az asszony testvérére bízták.